Kurunci János vagyok, tolmásról érkeztem, a tolmási kolbászmanufaktúra alapítója vagyok, egyébként dányos születtem, két csodálatos gyermekem, feleségem, családom. 1969-ben születtem Dányon, ott nőttem fel szüleimmel, illetve egy húgommal. Általános iskolai tanulmányomat is ott végeztem, és 1983-ban írtak be szüleim Budapestre a Gundel Károly vendéglátóipari szakközépiskolába, ahol 87-ig tanultam, sikeresen érettségiztem, Benke Laci bácsi volt a vendéglátás tanárom, még tőle tanultam a főzést. Aztán jött egy katonaság, másfél év, illetve utána Bosnyák-Térivásárcsarnokban lettem először hordár, aztán később üzletvezető. Vendéglátás valamiért nem jött be, az nekem nem volt a kedvencem, és a kereskedelembe pártoltam át, illetve 90 körül elkezdünk foglalkozni húskereskedelemmel. A feleségem bátyjával alapítottunk egy céget, ez volt a Húscsarnok Kft., Húscsarnok BT, bocsánat. Ennek a cégnek úgy volt egy kültagja, egy másik cég, és közösen zöldséggyümölcs kis nagykereskedelemmel, illetve már hús kiskereskedelemmel foglalkoztunk, és 1993. április 4-én alapítottam meg azt a céget, ami már csak a saját családi vállalkozásunk volt, és hússal kereskedtünk a Bosnyák-téri vásárcsarnokba. Még nagyon érdekes dolog volt, mert abban az időben mi elkezdtük csinálni, hogy szépen lesnátoltuk, extrára levettük a húsokról, ami nem rá való. Ebből készítettük kolbászt, nagyon finom házi kolbászt. Hát ez nem volt teljesen hivatalos dolog, ezért úgy döntöttük, hogy tegyük hivatalossá, és itt a gondolat, hogy kellene egy húsfeldolgozói háttér. És itt van egy jó sztori. Bementem 93-ban az állategészségügyhöz, hogy én most hetente töltök 500 kg kolbász feketén, szeretném hivatalosat csinálni. Mondta az állatorvos, hogy a mondat első felét meg sem hallottam, és akkor elkezdtünk dolgozni azon, hogy legyen ez az üzem felépítve, kialakítva. Gyorsan pörögtek az események, gyakorlatilag 1994. szeptember 1-én kinyitott a tolmási kolbász manufaktúra, úgyhogy önállóan, önerőből, fizikálisan, édesapámmal, nagyszülőkkel együtt építettük, falasztuk, már csak ott a végén, amikor áramot meg vizet kellett szerelni, akkor jöttek iparosok, és 1994. szeptember óta működünk vagyunk, és állni a kollégáimnak, szorgalmának, becsületességének fejlődik a cég és a termék. 94-ben, amikor elindítottuk az üzemet, akkor az volt a célunk, hogy egy nagyon-nagyon jó minőségű száraz kolbászt és füstölt terméket tudjunk a vásárlóinknak adni a Bosnyák-téri vásárcsarnokban lévő üzletünkben. De hamar rájöttünk arra, hogy ebben az üzemben nem csak annyit lehet gyártani, ami a saját boltunknak, hanem sokkal többet, és elkezdtük az értékesítést piacokra, vásárcsarnokokra, illetve nagykereskedők felé. Voltak érdekességek abban az időben, megjelentek a fűszercégek Magyarországon mindenféle csodaszerekkel, adalékanyagokkal, nagyobb haszonreményében, kevesebb hússal, hogy lehet több terméket előállítani. Mi is belestünk ebbe a hibába, volt néhány év, amikor mi is használtunk ilyen ízfokozó szereket, de ez még úgy bőven 2000 előtt. Aztán jött a gondolat, hogy ne. Tudnék a nagy multi cégekkel, akik tudtak naponta 70-100 tonnát gyártani, ami napi 7-800 kilónkkal úgyse tudtunk volna versenyezni, ezért választottuk olyan azt az irányt, hogy adalékanyag, mindenféle színezőanyag nélkül csináljunk olyat, mint amilyet láttam otthon nagybátyámtól. Nálam nagybátyám volt a családban a hentes, igazából tőle én ezt megtanultam, ezt a szakmát, és csak az a hét dolog, ami kell a kolbászhoz, a hús, a szalonna, a paprika, a kömény, a só, bors, fokhagyma, és a villamivel tehetjük, csak ezeket használtuk, és ugye amellett, hogy a termelésnél ott van egy nagyon magasfokú higiéniája az üzemnek, az eszközöknek, és természetesen a kollégáimnak. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy olyan alapanyagokat használunk fel, ami friss húsok, mindig húsból, mindig ugyanabból a húsrészből készítjük a kolbászt, ugyanazzal a szalonna részsel a testékből a sertésnek, illetve friss fokhagymával dolgozunk, magyar paprikával, tehát a kereskedelemben, kiskereskedelemben kapható 80-120 asztalás paprikával szemben, amit a háziasszonyok használnak, mi egy 180-200 asztalás paprikát használunk, az a paprika erősségét, minőségét jelenti. Illetve
illetve a friss kömény, a friss őrölt bors, ezekből is azokat, amiknek frissek, erősebb, zamatosabb az illata is. Mind ezek azok a dolgok, amik biztosítják azt, hogy ez a termék mindenki számára kellemes, könnyen fogyasztható legyen, és még az érdekessége neki, hogy könnyen emészthető. Amikor kérdezem a barátaimat, hogy oké, nagyon klassz a mi termékünk, de mondom neked, miért jobb, és általában ugyanazt szokott visszajönni, hogy figyelj, ezek egy más termékből, egy nagyipariból, megeszek egy kis darab kolbászt, jól laktam bele, aznap rá vagyok, úgy eltelít, és akkor nem vagyok éhes. Tételből megeszek egy szálát kenyérrel, paradicsommal, jól lakok, fél óra múlva újra tudok enni. Tehát ez a jó minőség, amit mi garantálunk, amit biztosítunk, ez az emberi szempontból is egy fontos dolog, hogy az emberek, amellett, hogy szívesen eszik, könnyen tudják emészteni. Tehát egészségügyi szempontból egy nagyon pozitív dolog. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy termékeink gyakorlatilag nem csak Magyarországon, hanem Csehország, Ausztria, egészen Svédországig érdeklődést mutatnak a vásárlók számára, fogyasztják, szeretik, kedvelik, és hát ez a büszkeség igazából fakad a termékből, amiért hálás vagyok elsősorban családomnak, illetve kollégáimnak, ők azok, akik azon kívül, hogy a mindennapi munkájukat csinálják, sokszor előtt adnak abban, hogy az ember a nehézségeken könnyedén tovább tudjon lépni, és mindig sikeres tudjon maradni, és nagyon fontos ez számunkra, hogy jöjjenek a jó visszajelzések, hiszen ezek adnak motivációt a mindennapi munka során. Ilyen sikereink közé tartozik, hogy miniszter úr sokszor kért már fel arra, hogy külföldi útján kísérjem el, segítsek neki ott a húsipari témában szakérteni, tanácsot adni, de kaptunk már terméknagy díjat is, tehát 2015-ben a tolmási csípőszarvas kolbász termékünk oméknagy díjas lett. Idén újra van omék, újra ott leszünk, újra indítottuk néhány termékeinket, reményeink szerint fogunk tudni jó eredményt elérni, és mindenféleképpen nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez alatt a közel 25 év alatt nagyon sok jó emberrel dolgozhattam együtt, és ezúton is köszönöm azoknak a kollégáknak, akik már nem dolgoznak velem, de valaha is együtt dolgoztunk, illetve azoknak is, akikkel jelenleg együtt vagyunk. Egy csodálatos csapat van most körülöttem, és egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy elsősorban az érdem az övék, ők azok, akik ezt az egészet megvalósítják. Én csak megálmodom, ők azok, akik megvalósítják. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, és hát természetesen a családomra is, akik mindig ott állnak mellettem, és biztosítják azt, hogy ezek a sikerek jöjjenek, ott legyenek, és adják a motivációt az embernek. Ez a sok sikerhez nagyon-nagyon sok dolog minden kellett a munkán, a szolgálmon kívül. Ami engem egész életemben végigkísért, és nagyon-nagyon fontos volt, az a sport. A gyerekkoromtól mindenféle küzdősportokat sikerült folyamatosan végeznem. Ez sokszor adott erőt, illetve hát ma már nem a küzdősportok, ma már inkább a tenisz, aminek hódolok, az egy kicsit nyugodtabb, koromhoz illőbb játszma, illetve maga a természet szeretet, ami a vadászatban nyilvánul, meg nagyon szeretek a természetben lenni, és hát ugye az elejtett vadból nagyon finom ételeket főzni. A főzés azért a szakmai végzettségemről adódva az megmaradt, tehát imádok főzni, finom ételeket készíteni. Ezek azok a szabadidős dolgok, amik az embernek adják a motivációt és a jó érzést ahhoz, hogy jól essen a munka is minden nap. De hát mindezek mellett ugye azért, ami a fő dolog, ami a legfőbb motivációt, hogy az minden esetben a család, szűkebb, tágabb család. Szüleim közül már csak sajnos édesanyám él, édesapám az korábban meghalt, őt még tudom támogatni, és hát ugye a legszűkebb család a feleségem, a két csodálatos gyermekem, akikkel együtt dolgozom a cégben. Kislányom már most nem, főállás vagyok, ő a unokám édesanyja, tehát már egy csodálatos unokám is van, és a fiammal, aki ott van mellettem, és most a kereskedelemben, később a feldolgozásban, illetve a terveink között lévő sertésvágóhíd üzemeltetésében fog részt venni. Ők azok, akik nagyon-nagyon sok jó érzést okoznak nekem a mindennapjainkban, és adják a motivációt, és hát ugye élőkön az édesanyjukkal, aki az elmúlt 29 évben mióta együtt vagyunk, nagyon sok mindenben segített nekem ott, tehát mellettem már támogatott,
jóban, rosszban, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok neki ezúttal is, és köszönöm mindenkinek, akik tettek azért, hogy ez a csodálatos dolog, a Tolmási Kolbász Manufaktúra megvalósulhasson.